Hölgyeim és uraim, kezdünk, de itt a Gábor megjegyezte, tudnék, hogy nem csak a teljesítményű valamokra utazott és tetszett, hanem időközben beszerzett néhány standard madarat is. Ez hol és miért szerezted be? Milyen szándékkal? Jaj, bocsánat, hozzáértem. Azért szereztem be ezeket a galambokat, természetesen, mint alelnök, mindig a kiállítás rendezésében, ugye főszerepem volt, és gyakorlatilag meg akartam azt mutatni, és ki is akartam próbálni, hogy mi az, hogy az ember egy, mert sokan lenézik a standard galambokat. Na most szegény Tóth Kálmán bácsi, aki annak idején sztár volt, azt mondta, ide figyeljél, fiam, a győztes galamb előtt, mikor álltunk. Tudod, hogy mennyi elveszett ezek mellett? Tehát, és akkor én szerencsém volt, mert Szlovákiában egy olimpiai bajnokkal tól hoztam galambot, és itt... Ő ki volt? Ki volt az ember? Nem akarok most a nevet, egyszer voltam csak nála, a Göröszdös Lajossal voltunk nála, és onnét hoztam egy galambot, és akkor hozzám került egy standard galamb, ami nagyon szép volt, de befogott galamb volt, meghirdettem, nem jelentkezett rá senki. Zárójelben jegyzem meg, hogy a göröszdös galambok megtalálhatók még Ajkán, a Buruc Józsefnél is. Folytos, ne haragudj. Csordás karcsinál is. Ott is, igen. Na most gyakorlatilag én nagyon sokat lefogtam ebből az egy pár galambból, és lett egy gyönyörű fakó hím, és a fakó hímmel nyertem az első Európa kupát. És akkor mondtam nekik, mindig szekáltam a Vidligán Ágoston, sajnos nem tudom, hogy idejére, mert ő nagyon sokáig meg a Ferteticset, meg ezeket, hogy hát szégyen szemre nekem kellett nyerni, és 20 év alatt nem tudtok előállítani egy díjas galambot, és az Ágoston azt előállított Európa kupa győztest, a Nádaspali olimpiai második helyzetet is, most az Ágoston olimpiai első helyzet galambot is, úgyhogy ezt az eredményemet hál' Istennek már felülmúlták a galambászok. Hát igen, az ifjú titán, az Ágoston, ő nagyon igyekszik, és egy nagyon agilis emberke, aki az egész galambász társadalom érdekében rengeteget tesz, fáradozik, időt, fáradtságot nem kimérve, vagy eltúlszom? Nem, az az igazság, hogy sajnos Magyarország attól függetlenül, hogy az FC elnököt adjuk, de mégse voltunk beépülve ebbe az egész nyugat-európai galambász társadalomba. És most ez hiánypótlásként az Ágoston megtette, a nagy sztárok is szívesen fogadják Nyugat-Európába, beépült a teszttelepekre, amiben annak idején 2000-ben mi megkezdtünk itt Magyarországon, és nemzetközileg is azóta elterjedt, úgyhogy egy teljesen elfogadott és beépült ember Nyugat-Európába, a fejlett galambász világba. Igen. Próbáltál itt az eredményekre utalni. Előtted volt egy lista. Félbeszakítottalak. Kérlek, próbálj néhány kiemelkedő eredményt felsorolni ott a listáról. Mik voltak azok a galambok? Ez a lista, most ez, ami előttem volt, ez a top 10-es listája a 443-asnak, aki hozzáteszem a kamerába mondva, hogy ez a galamb, ez szándékosan soha nem ment ki a Kárpát-medencéből. Tehát ez a galamb soha nem repült a Kárpát-medencén kívülre, mindig is csak Csehországból versenyzett és Szlovákiából. Tehát az összes díja az Csehországból van. Tehát ez egy rövid távú madár? Rövid középtávú galamb. Lehet, hogy nem az, de nem volt sose kipróbálva.
mert külön vannak a hosszú távosok, meg a rövid távos, rövid középtávos galambjaink. A top 10-e úgy néz ki ennek a galamnak, hogy van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 első díja. Van neki... És általában mennyi madár repült, amikor ezeket a díjakat... Hát 2928, 2324, 2975, 1465, 1395, 2877... Én nem akarok hallani a fülemnek, de itt az asztalba kapaszkodok, hogy ekkora mennyiségű megröptetett madár közül egy ilyen sikeres sorozatot sikerült elérni. Ez milyen származású madár volt? Ez a galamb, a három törzs, amiből én összegyúrtam ezeket a rövidtávú galambjaimat, az a Huben, amit említettem is már az előbb, hármat hoztam azokból be, a Gabi van den Abelék, és ehhez volt becsöppentve a Boronyáktól a hozott Bosua tojó, ez a Timi vonalra épült, amit a Csernyák Józsi hozott be, ez vált be a Cang Sándornál is, a Boronyák Andrásnál is, meg több helyen Magyarországon, ez a Timi vonal, ez legenda különben. De itt már a saját törzsről beszélhetünk, ezt már te gyúrtad össze, te tenyészted, ből származik ez a kiváló. Igen, igen. Hát gyakorlatilag ennek a galamnak már az apja, ami szintén itteni ugye párosításból született, az Hubenszor Gabi van den Abele volt, az is nyert díjakat, rövidtávú champion volt, a 22-700-as gyémánt nevezetű galamb. Tehát ezek a galambok sok élrepülő galambot adtak, volt olyan a 387-es, ami két kerületi első díjat röpölt, nem is kis létszámból, közel 4000 galambból, és még nagyon sok helyezéssel, de a németek, akik innét vásárolnak tőlem, most elvitték az ősszel, mert ha itt van a galamb, akkor a kiállításon, mikor búcsúzott a 443-os, akkor két galamb állt volna a dobogón ezek között. Tehát gyakorlatilag, és akkor volt az 535-ös, amelyik a középtávon, ahol most már tényleg az utóbbi 5-6 évben, mióta a Kóciánék, meg több galambász is nagyon feljött, nagyon nagy a tülekedés a középtávon, ott tudott nyerni, következő évben harmadik tudott lenni az 535-ös. Tehát nagyon sok jó és élhelyzést hoztak ezek az a galambok, de most elérkeztem arra a pontra, hogy ismét be kellett hoznom galambokat, mert most, hogy nyugállományba vonult a 443-as, mert eddig életében egy párja volt, mert más nem igen akart elfogadni, egy nagyon intelligens galamb, most a tenyésztésben van, és 5 tojóval fog egy külön galambházba, és 5 tojója lesz neki. Ennek mennyi helyezése van ennek a barát? 92 helyezése van. Elképesztő. Szerencséje is volt ennek a madárnak, mert nagyon sok alkalommal német galambászoknál is tapasztaltam, hogy a 15-16 helyezés után elvesznek a galambok. Valószínű ragadozók áldozatai lesznek, de megütötte a fülemet az, hogy jönnek ide a németek és innen vásárolnak. Eddig ugye a magyar galambászok Hollandiába, Belgiumba is, a németekhez is úgy jártak, mint a Mekkába mentek volna, megfordult, most már Magyarországra jönnek, és a Sejligábortól visznek bizonyára vérfrissítésre galambokat. Te tenyésztesz-e úgy, hogy rokon tenyésztést? Tenyésztettem, azért is tudtam ezt a három vonalú törzset idáig elvinni, de elkövettem egy hibát, hogy nem hoztam be előbb keresztezni való anyagot. Na most annyit még a németekről, hogy valóban, és sikereket is érnek el, mert itt mutattam a Feri bácsinak a két Brieftaubet, amiben mind a két helyen leírják, hogy
az eredményeik, tehát regionál bajnokságokat nyernek, és a díjakat is kiírták, azok itt vannak, ők hozták el, kiírták a díjakat, ott van a 803-as, három galambot vittek 3 évvel ezelőtt, most már a 4. éve, és most újra visszajöttek az ősszel megint ugyanezekből vásárolni. Én nem vagyok az az eladó típus, nem ilyen galambkereskedő vagyok, szeretek barátoknak galambot adni, de ezek az emberek, úgy gondoltam, hogy Németországból is elviszik a magyar galamboknak a hírnevét, mert nem olyan jó a hírnevünk ott, legalább egy kicsit javítsunk rajta. Igen. És még mindig aktívan kívánsz versenyezni? Hát igen, az az igazság, hogy ugye magánéletbeli okok miatt lemondtam már a kerületi bajnokság, a kerületi elnökségről, most már ez az 5. éve, 29 évig voltam elnök, tehát először a vezetésből szálltam ki, habár még a kiutazási papírokat a kocsira, meg minden, meg bármikor a Takács Gabinak is, Földig Norbinak is besegítek bármivel szükséges. Sőt, felajánlottam a Papp Imrének is, ha bármiben, amiben nem tud, kiutazási papírok nem voltak, meg átküldtem neki, de bármiben segítek, ha úgy van, mert én ezt szeretem csinálni, de hát olyan magánéletbeli gondjaim voltak, hogy a vezetés, tehát felelősséget másokért nem tudok vállalni. Jelenleg is a feleségem fekvőbeteg, úgyhogy vissza kellett fognom a galambászatból. Isteni csoda, hogy 2021-ben még meg tudtam nyerni a szuperkupát is, ami a legnagyobb magyar verseny. Igen. De az már egy másik szériához tartozik, ez a maratonos galamboknak a leszármazottai, amivel szintén próbálkoztam én. És nem kis sikerrel. Igen. Hát nyertem aranygyűrűs versenyt, Aacheni országos első díjat, azt a galambházamat meg is szüntettem, itt 500 méterre volt innét tőlem, mert ugye a lábammal is gond van, mindenki tudja, a magyar galambászok közül ugye a jobb alsó lábszáramat amputálták, tehát ez már nem az a galambászat, amit az ember szeretne, de az embernek a szíve az még mindig fiatal. Igen, ez nagyon helyes. És életed egyik mozgató rukója, igen. Úgy tudom, a galambászat. A galambok is, és a galambászat is. Mennyi, hány darab galambod van most? Most 100 volt, és akkor a téli árveréseken szereztem be 4-5 darabot, tehát olyan 105 körül van. 38 darab a versenyző, özvegyhím. És a többi az tenyész. A többi az tenyész, hát ugye van özvegy tojók, amik nem repülnek, mert most már az jött a divatba, hogy özvegy tojókkal is dolgoznak, tehát totál özvegység van, de én még mikor kijártam, ugyanakkor még a totál özvegység gyerekcipőben volt, de úgy csinálták a nagyok, hogy de azok megengedhették azt maguknak, hogy a amik hímek repültek, azoknak a tojói otthon maradtak, amik külön galambházban voltak, amik tojók repültek, azoknak meg az egyéves hímek volt a párjuk, és a rövid táv után leálltak velük. Tehát úgy röptettek, hogy mindig várta a tojót is, a hímet is otthon a párja. Igen, csináltál-e olyat, hogy a versenygalambok közül is tenyészettél, tehát próbáltad leteszteni a versenygalamboknak a örökítő képességét? Vagy csak mindig a tenyészekből? Nem, a versenyzőktől is fogtam, de természetesen én azt mondom, hogy biztos, hogy onnan is jönnek elő nagyon jó galambok, mert onnan lesz majd későbbi tenyészducba berakva. De én a tenyészducomat tartom, a Paul Bostin mondta annak idején, hogy mindig az állománynak legalább minimum 30%-át ki kell cserélni a tenyészducba, és legalább 40-50%-a pedig egyéves galamb legyen.
Tehát a tenyész állománynak is fiatalnak kell lenni. Fiatalnak kell lenni, és frissíteni az ott levőket. Azért mondta, hogy a saját képünkre így tudjuk legkönnyebben formálni az állományt. Tehát nem azért, mert az idős madaroknak nem olyan... Hát ha változást akarunk, ahol változást akarunk, azt úgy tudjuk elérni, hogy vagy átpárosítunk, vagy másokat teszünk be helyette, amik a versenydúszban úgy szerepeltek. De a versenydúszból is természetesen volt, amikor megfogtam a fiatalokat. Igen, és a régi ankertörzsel nem is foglalkozol, azok közül nincs semmi. Én nekem egy érdekes történetem van. Még az első időszakból, amikor a 80-as évek előtt, mikor 63-64, mikor kezdtem galambászni, 66-ban behozott a munkájámra egy bakonyi fiatalember egy galambot, hogy ez külföldi galamb, mert az van rajta, hogy Anker Kotek. És leleveleztem ezt a galambot, és az Ankernak a galambja volt ez, én leleveleztem vele a dolgokat, és amikor itt volt a Sab Józsinál, és volt egy pékmester itt az Újvárlaci bácsinál, akkor engem is meglátogatott, még gyerekként az Anker küldött is hozzá, még akkor lehetett postán küldni, küldött is hozzá egy tojót, ahhoz a galambhoz, meg származási lapot is, és viszont ugye 68-ban még az volt az utolsó évem, mert megnősültem, tehát abba hagytam a galambászon, hogy az egész dolog nem tudott kiforni. Tehát ilyen kapcsolatom volt az Anker galambokkal. Igen. Egy gyönyörű, sötét kovácsolt hím volt, ugye hát egy falusi ember mit látott? Anker, Kotek, gyűrűs, névgyűrűs galamb, dupla gyűrűs, hát nem nézte azt, hogy rá van írva, hogy Hungária, magyar galamb, német galamb, és akkor megvettem tőle 150 forintért. Így lett volna nekem Anker galambom, de hát a nősülés aztán ezt keresztbe vágta. Igen, hát nagyon szépen megköszönöm, legyen ez a zárszó, nagyon szépen megköszönöm az interjút, de azért nem úszod meg, én majd folytatjuk, mert láttam, hogy van itt egy olyan serleg is, ahol a különböző eredmények föl vannak sorakoztatva. Nagyon szépen megkérlek, hogy ezt mutasd be.